Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Ez az Ökóra Klímaszervíz életünk sorsfordító kérdéseinek műsora. Hadd kezdjem a mai adást egy idézettel. Ahogy az újszegedi vasútállomást hagyták lerohadni, az mindent elmond arról, hogyan gondolkodott a szárny vonalairól maga a Máv. Innen, a fotogén pusztulat közepéből indult útjára az utolsó vonat az újszeged Makó mezőhegyes szárnyvonalon július 31-én. Ez a járat kivételesen tele volt. Fölszálltak rá vasút szerelmesei, az orbán rendszer utálói, olyan nosztalgiázók, akik valaha rendszeresen utaztak rajta, meg néhány értékféltő ember, aki nehezen fogadja el, hogy valamit, amit egykor jelentős munkával létrehoztak, 140 évig hasznosan működött, és némi módosításra lehetne helye a mai világban is, most egyik napról a másikra így hajtanak szemétre. Az idézett Tanács István újságíró kollégámtól való, aki végig döcögött ennek a szárnyvonalnak az utolsó útján. Talán ebből kitalálták, hogy a mai adás témája a mellékvonalak bezárása kapcsán a vasút, amely a zöld közlekedés politika alapja lehetne, és amely Magyarországon kívül Európában mindenhol virágkorát éli. Vendégem pedig Bakos Bernadett, az LNP Magyarország Zöld Pártjának országgyűlési képviselője, akivel a mellékvonalak bezárása kapcsán a zöld közlekedésről, a vasút lehetőségeiről és a 15 perces városról is beszélgetünk. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm szépen a meghívást. Július közepén derült ki, hogy augusztus 1 alacsony kihasználtságú vasúti mellékvonalakat zár be a kormány. A bezárások tíz mellékvonalat érintenek. Önt meglepte, hogy erre készül a kormány? Illetve, hogy pont ezt a tíz mellékvonalat érintette a lépés? Ön, nyilván meglepett, hiszen ez a kormány korábban vagyis ezek a politikusok, akik most a kormányt alkotják, például Fónagy János is, azért elég élesen bírálták a 2015-i mellékvonal bezárásokat, és amellett foglaltak állást, hogy igenis vidékellenes ez a politika, és hát elég gyakran is szónokolnak egyébként a vidéknek a felkarolásáról. Ennek ellenére ezzel pont, hogy el lehetetlenítik a vidéki életmódot, gyakorlatilag az ottani szányvonalak megszüntetésével ezek a falvak ki annak téve az elszigetelődésnek, a szegregációnak és az elnéptelenedésnek is. Tehát ez abszolút nem jó irány. De hát az abszurditásra az is rámutat. Például néhány információ, hogy július 31-én fejeződött be a Balassa gyarmatípolytarnóc vasútvonal egyik szakaszának villámárvíz utáni helyreállítása, ahol konkrétan újra újjá kellett építeni a teljes vonalat, és másnap pedig bezárják. Vagy például a máté szalka csenger vasútvonalon még most is zajlik Cseng Gervas vasútállomásának a felújítása, és ennek ellenére augusztus 1-től megszűnik. Tehát, hogy azért ezek meglepő információk azonban önmagában az, hogy itt a vasútnál ilyen drasztikus beavatkozásokra kerül sor, az azért annyira nem meglepő, hiszen itt most kiutközik több évtizednyi elhanyagoltság, az, hogy gyakorlatilag a rendszerváltás óta most, ahogy gyerekként lett kezelve a vasúti hálózat, a vasúti közlekedés, és ez minden területen megmutatkozik, személyzethiányban, járműhiányban és a pálya állapotában is. Ó, ezeket írja pont az Indóház elnevezésű vasúti szaklap is, hogy egy Egyrészt az egyre krónikusabb személyzet hiány áll a bezárások hátterében, másrészt az egyre inkább öregedő és a folyamatos állami alulfinanszírozottság miatt minimális karbantartást kapó motorvonatok. Ez így van, és azt kell, hogy mondjam, hogy azért is abszurd egy kicsit ez a bezárás, mert olyan nagy változást nem fog hozni. Felszabadul nagyjából öt motorvonat, valóban, de például a pályát továbbra is meg kell tartani a teherforgalom miatt. Tehát, hogy nem fog olyan jellegű megtakarítást eredményezni, azonban jelentősen rontja a közlekedés minőségét, ö, gyakorlatilag például ö, itt is vannak adatok. Tiszaújváros felé, 17 Komló felé 24 perccel növekszik a menetidő, annak ellenére, hogy azt kommunikálja a kormány, hogy itt csak közlekedési módváltás van, hiszen buszokra buszokkal biztosítják majd a közlekedést, de hát ez messze nem biztosít olyan minőségű, közlekedési lehetőségeket, mint a vasút. Mert hogy nagyon rossz minőség út, akkor mennek ezek a buszok egyfelől, másfelől hosszabb a menetideje ezeknek a, az utaknak. Illetve hát kapacitásban is a vasút gyakorlatilag verhetetlen, ugye energiafelhasználásban, területfelhasználásban is, és hát a környezet terhelése is sokkal kevesebb. Itt, amire egyébként hivatkoznak gyakran, hogy kevés az utas, tehát alacsony a kihasználtság, ez is amiatt van, mert annyira mostohán kezelték ezeket a vonalakat, és most itt nem csak a járművek állapotára, azok komfort minőségére kell gondolni, gondolni, hanem arra például, hogy olyan menetrendet is alakítottak ki, tehát ilyen két-két páros alibi menetrend volt egy csomó ilyen szakasz, ami nyilvánvalóan nem segít hogy az emberek napi szinten használják ezeket, illetve a ráhordás sem volt megoldva. Ez egyébként évtizedes probléma, hogy sem buszokkal, sem kerékpárral a, a ráhordást nem biztosítják sok esetben. Ehhez minimális beavatkozások kellenének, és akkor jól kihasználtak lennének. Van egyébként a olyan település, ahol ez a ráhordás jól működik, tehát hogy tudjunk egy jó példát is mondani. Hát én egy személyes példát tudok mondani, hogy a kerékpáros ráhordás az egyes kis településeken, például Tiszabezdéden nagyon jól működik, mert hogy azt látja az ember, hogy reggel megjelenik egy csomó kerékpár, oda van kötve a korláthoz a vasúti megállóhelyen, majd este ezek eltűnnek, hiszen azzal mennek haza. De ettől még nem bízhatjuk el magunkat, mert ez nyilván egy kényszer szülte megoldás. Hát igazából és... az látszik, hogy a közösségeken is sok múlik, hogy mennyire tudnak egymásnak segíteni, vagy mennyire segíteni az emberek magukon. Hát ez így van, de ugye itt az lenne a cél, hogy ez országosan mindenhol megvalósuljon, és ne egy kényszer megoldás legyen, hanem igenis belássák az emberek, vagy érezzék azt az emberek, hogy ez egy jó minőségű, rugalmas közlekedési forma, a vasút és a kerékpározás kombinációja. Ami egyébként a pótlóbuszokkal nem lehetséges, mert a pótlóbuszra kerékpárt nem lehet föltenni. Így van, bár itt sem felteszik általában a kerékpárt, a vasútállomáson ö, kikötik, de nyilván az sem egy jó megoldás, hogy ö, a korláthoz oda kötik, és akkor majd ö, este meg az esetleg elázott vagy ö, behavazott kerékpára szállnak fel. Tehát itt lehetne még fejleszteni ezeket, csak az egy érdekesség szerintem, hogy nagyon sok kis településen ez a modell, ha kényszerből is, de működik. Nyilván sokkal jobban járnánk, hogyha az agglomerációban is ö, tudna ez működni, és hogyha ez valóban komfortos Válna ez a kombináció. A mellékvonalak szoros összefüggésben vannak egy térség képességével, népesség megtartó képességével. Hát ha belegondolunk, mindenért a városba kell bejárkálni, Postát zártak be az utóbbi időben, nagyon sok kis településen, ezért is be kell járni a városközpontba kórházi ellátást nem lehet máshol igénybe venni, egészségügyi ellátásért bemegyünk a központba, minden ügyintézés a piacra járástól kezdve az iskolán át, kisváros, nagyváros, de mindenképpen a térség központjában történik. Ugye az időseket nagyon hátrányosan érinti ez az intézkedés. Lényegében rengeteg olyan kis település van, ahol az idős embereket levágják a nagyvárosi kapcsolatokról. Miért van az akkor, hogy ezt meglépte a kormány? Különösen annak fényében kérdezem, mert hogy egy sok százmilliárdos költségvetésű nagyvállalatnál ez a tíz mellékszárny nem hiszem, hogy költségvetési tétel. Itt um... Ez egy jó kérdés, hogy miért választotta ezt a kormány, hiszen ez a saját állításaikkal, a saját politikájukkal is szembe megy. Azt mondjuk, még Lázár János is beismerte, hogy egy korábbi baleset miatt ők nagyon megijedtek, hogy itt valóban olyan rossz. De ez Részben alibinek tűnik, részben valóban komoly aggodalomra ad okot az, hogy a mellékvonalakon gyakorlatilag az 1950-es évek óta nem igazán történtek beavatkozások, és akkor is igazából a háború utáni helyreállítások zöme történt meg. Tehát e, itt valóban van egy ilyen jellegű probléma, hogy miért nem költöttek rá az elmúlt évtizedekben, miért vált a vasút ilyen mostoha gyerekké, az e, legjobban azzal tudnám leírni, hogy mert minden másra volt pénz. Tehát most is azt látjuk, hogy egy csomó közszolgáltatásra nem költ a kormány, nem csak a közösségi közlekedésre, az egészségügyre, az oktatásra nem jutnak plusz források, mert mondjuk adott esetben a multik irányába csatornázzák ezeket a pénzeket, vagy e, e, látvány beruházásokra költik, és itt még azért ez egy ilyen pozőr kormányzás is valahol, hiszen most rendeztünk egy atlétikai VB-t, ahol hát nagyon mutattuk, hogy milyen csilivili sportrendezvényt tudunk tartani, és mennyire fejlődünk, és mennyire sikeresek vagyunk, és ezzel párhuzamosan belet jelent, hogy 17 mellékvonalon már nincs pénz a vasúti közlekedés fenntartására. Vannak ennek a bezárásnak előzményei, amelyek 2010 re nyúlnak vissza, mert hogy 2007-ben volt az első nagy hulláma a vasút bezárásoknak, amikor szintén egyébként súlyos költségvetési helyzetben volt a kormány, és úgy tűnt, hogy akkor is a, ahhoz nyúltak legelőször, hogy a, a mávon ö, üssenek egy nagyot, és a máv veszteségeinek csökkentésére akkor úgy hívták a gazdasági minisztert, hogy Kóka János, ő jelentette ezt be, hogy rengeteg vonalat átvizsgáltak, és a vizsgálatnak az lett az eredménye, hogy bizonyos szárnyvonalakat bezártak. Igen, és itt egyébként több évtizedes problémáról van szó, de hogyha nagyon akarjuk, vissza tudjuk vezetni mondjuk a második világháború végéig, mert azt látjuk, hogy nagyjából a második világháború utáni hát újra, újjáépítések után mondjuk a 60-as évekre át nagyjából talpra a MÁV, és ezt követően Indult be a fejlődése, bár itt azért fontos megjegyezni, hogy például ehhez a korszakhoz köthető az úgynevezett közlekedéspolitikai koncepció, amikor számos keskeny nyomtávú vasútvonalat felszámoltak. Nyilván ennek az volt a célja, hogy egységesen normál nyomtávú közlekedés legyen, de ennek rengeteg mellékvonal már akkor áldozatául esett, viszont gyakorlatilag a, a 70-es évekre sikerült azt elérni, hogy elkezdődtek már a beszerzések, elkezdett visszaszorulni a gőzvontatás, tehát elindult valami folyamat, és ezután igazából az olajválság és a rendszerváltás között élte az utolsó aranykorát a magyar vasút, ekkor már nagyüzemben történtek mozdonybeszerzések, motorvonatbeszerzések és gyártások is itt helyben is. Azokat használjuk most is tulajdonképpen. Szóval Így van, ezeknek a nagy része az, ami a mai napig fut a, a, a V43, amik most már papagájá minősültek át, de a csörgők nagy része is ekkor lett beszerezve vagy legyártva ez tehát, tehát az ominózus baleset, amire Lázár János most mutogat a bezárások kapcsán, az is egy ilyen 70-es években készült motorvonaton történt és szakemberek azt mondják, hogy ezek a motorvonatok túl azon, hogy rosszul vannak karbantartva, de hogy ezt a klímaváltozást se nagyon tudják bírni. Ezek a hatalmas hőhullámok, túlmelegedések, ezek okozzák a baleset veszélyét. Abszolút igaz, tehát itt sem a karbantartás nincsen rendben, egyébként még járműjavító kapacitás sincsen rá, másrészt pénz sem nagyon szánnak rá, tehát itt a, a rendszerváltás után ez az egész dolog befagyott, és gyakorlatilag egy-két olyan főjavítás vagy élettartam növelő javítás történt, ami akkor 15-20 évre szólt, és ezek mostanában fognak lejárni. Tehát abszolút igaz ez. És gyakorlatilag azt is láthattuk, hogy a 90-es években például csak a napi szintű működéshez szükséges tűzoltások történtek meg, és majd ezután a, a 2000-es évek elejétől, vagy közepétől kezdődnek meg újabb beszerzések, ugye ekkor érkeznek például a, a flörtők, ez gyakorlatilag megváltás akkora a magyar vasútnak, illetve most már ugye a kiszek is megérkeztek így a 20-as évek elején, de, de gyakorlatilag ezek sem feltétlenül alkalmasak minden, ezek alapvetően elővárosi vonatok. Most már beosztogatják őket ilyen sebes vonatból átminősült interrégiókra, meg fürdős vonatokra, amik ugye átszelik az egész országot, de hát ezek az elővárosi motorvonatok nem alkalmasak erre a közlekedési formára. Úgyhogy itt a koncepcióban, a szolgáltatás koncepcióban is óriási problémák vannak, nem igazán egyértelmű, hogy mi is a cél, hol mit szeretne szolgáltatni a magyar vasút. Említette, hogy meglepődött a, a bezárási hullámon, hiszen ez a kormány ellenzékben erősen kritizálta az akkori kormányzat, a szociál, szocialista liberális kormányzatnak a, a bezárásait. Ugye itt azért slágfertig nem vagyok, de szaladjunk végig, hogy 2007-ben 14 vonalon szüntettek meg személyi forgalmat, és 2009-ben, akkor is szintén egy válságra hivatkozva, további 24 mellékvonalat zártak be, tehát ez volt az egyik legnagyobb érvágás, ez a 2007 és 2009 közötti időszak, és amikor a Fidesz kampányolt a tízes választások idején, akkor azt ígérték, hogy megnyitnak szányvonalakat. Végülis a 38 bezárt szányvonalból Ö, valamennyit megnyitottak, tizet talán. Tizet, így van. Ö, és akkor itt egy kritikus ponthoz élünk, mert 12-ben ugyan nem kezdtek el újra bezárni szárnyvonalakat, de itt indult el az a folyamat, amiről ön már így érintőlegesen beszélt, hogy ö, nem tehát menetrendet nagyon ö, lerövidítették, meg ritkították a járatokat, és egyszerűen tulajdonképpen a szakértők is a vasútszeretők azt mondják, hogy a, ö, nem lehet ráütni a bezárás bélyegét erre a 2012-es időszakra, de valójában ekkor lehetetlenítették el ezeknek a mellékvonalaknak az életét. Persze, hiszen ilyen menetrend mellett nem várhatjuk el azt, hogy az utasok ezt a közlekedési módot válasszák, a valóban a 2009-es vonal bezárás volt volumenében a legtöbb, a legtöbb érintettel, ezt követte a 2007-es, és az egyelőre ezután jön a mostani 2023-as bezárások, tehát még nem értük el azt a szintet de most újabb hét vasútvonalon is elgondolkozik a minisztérium, és ezzel már azért megközelítjük. És nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy az újra nyitott tíz vonalból négyen szűnik most meg augusztus 1 a közlekedés. Tehát ez sem Te sikerült e, maradék. Ott talandóan. sincs koncepció, ugye, hogy felhasználtak közpénzeket a felújításra, és nem, nem sikerült. Igen. Az egyébként, hogy ennyire megritkították a járatokat, az ténylegesen okozhatta azt, hogy ö, bizonyos vonalakon kihasználatlan volt a, a vasút. Ha innen nézzük, akkor racionális, hogy most szüneteltetik, ugye most az a mondás, hogy szüneteltetik, tehát ö, sokan reménykednek még benne, hogy ha valami hosszú távú stratégia kirajzolódik, akkor újra elindul az élet ezeken a vonalakon. Itt ez egy koncepciós probléma. Valószínű, hogy annyi történt, hogy a kormány is rájött 2012-ben, hogy bizony ezekre a vonalakra, ahhoz, hogy ezeken fent tudjon maradni a közlekedés, ezekre költeni kellene, hogy jó minőségű közlekedési módot kínáljanak. Ez nem történt meg, ezért a költés helyett inkább a ritkítás és az alibi menetrendek mellett döntöttek, de alapvetően azért téves ez a koncepció, mert ugye minél Jobban fejlesztenek egy ilyen vasútvonalat, annál többen használják, és ha még megoldják a ráhordást is, meg tényleg becsatornázzák ezeket a településeket, illetve akár egyéb szolgáltatásokat is, akkor ugye nő az igény rá. Ez azt jelenti, hogy egyre több szolgáltatás tud lenni. Tehát például több időpontból lehet választani, a napi két vonatpár helyett óránkénti vagy két óránkénti ütemes menetrend tud lenni pusztán azért, mert új közlekedők jelennek meg, és ez már kitermeli a, a, a maga hasznát. De ez rövid távon nem feltétlenül éri meg, ez egy hosszú távú befektetés, és ezért hosszabb távon kellett volna gondolkozni. Ö, rövid távon, piaci alapon azt mondta a kormány, hogy ez nem éri meg, úgyhogy marad a két vonatpár, majd ezután a bezárás. De a szolgáltatás úgy tud jobb lenni, hogyha fejlesztik, egyre nagyobbra az igény, és ez az igény kitermeli azt, hogy egyre jobb minőségű is a szolgáltatás, és ez egy ilyen, ilyen körkörös ciklus gyakorlatilag. Úgyhogy önmagában ezért hibás ez a koncepció, hogy ilyen kicsit piaci alapon, megéri-nem megéri alapon közelítik ezt a közszolgáltatást, ami a közösségi közlekedés. Az elképzelhető egyébként, hogy ha megvizsgálják a szárnyvonalakat, akkor van köztük olyan, amit racionálisan tényleg érdemes lenne bezárni, míg másokat megfejleszteni kéne és színvonalassá tenni a szolgáltatást, hogy megérje kihasználni a lakosság számára. lehet -e tudni, hogy melyek voltak azok a szárnyvonalak, amelyeknél tényleg felmerül az, hogy nem érdemes itt vonatot üzemeltetni? Hát ilyen nem nagyon tud lenni, mert a vasúti infrastruktúra, ami már kiépült, az egy nagyon értékes dolog, és hogyha uh, hagyjuk uh, lerohadni, tönkre menni, és nem hasznosítjuk, azzal óriási pénzt uh, veszítünk, ami igazából közpénz. A nagy részén egyébként a teherforgalom miatt így is, úgy is fenn kell tartani a pályát, tehát... Uh, nem megoldása a személyszállítás leállítása. Itt inkább, inkább arra kellene tényleg koncentrálni, hogy legyen egy mellékvonal stratégia, ami kijelöli azt, hogy mik a rövid és hosszú és középtávú célok, és hogy melyik vasútvonalnál milyen beavatkozásokra van szükség az, hogy ez jól behasználható lehessen, és nagyon-nagyon fontos tényleg a szemléletformálás ezzel kapcsolatban, a ráhordás megoldása, mert jelenleg ez is problémás, Hogyha a kilométerekre van egy település központjától a vasút, akkor nem fognak az emberek kisétálni, vagy csak hogyha nagyon muszáj, de hogy abba az irányba kellene haladni, hogy a, a, ennek a közlekedési módnak a választása az ne kényszer legyen, és majd nyilván itt ki fogjuk bontani a szociológiai szempontokat is, de hogy ez ne kényszer legyen az embereknek, hanem azért válasszák ezt, mert jól tudnak vele közlekedni. Egy említette a szociológiai szempontokat, Arról lehet tudni, hogy a korábbi mellékvonalak bezárása milyen folyamatokat indíthatott el, mert arról ugye van elképzelésünk, hogy ezek nyilván nagyon károsak voltak meg, ahogy már beszéltünk is róla, a szegregálódást indítja el, de hogy konkrétan egyes helyeken mi történt a népességgel, mi történt az idősekkel, hogy hogyan élték meg. Általánosságban az ilyen vasútvonalak legalább olyan fontosak, mint az, hogy legyen helyben bolt, orvosi rendelő, iskola, és bármilyen egyéb az élethez alapvetően szükséges szolgáltatás, közszolgáltatás. Azt tapasztalhatjuk, hogy ezek a vasútvonal bezárások akkor is és most is főleg olyan térségeket érintettek negatívan, amik kifejezetten hátrányos helyzetű térségek, nagyon sok szegény és kiszolgáltatott ember él, akiknek gyakorlatilag ez volt az utolsó lehetőségük arra, hogy mondjuk kapcsolatba kerüljenek a külvilággal, eljussanak orvoshoz, eljussanak boltba, eljussanak a postára, főleg, hogy ugye ezeket is előszeretettel zárta be az akkor és a mostani kormány is. Az egy fontos anyagi szempont, hogy az autózás az egy elköteleződést jelent, tehát az autó használat az egy több százezer forintos folyamatos kiadás jelent, nagyon magasabb belépési küszöb, az induló költség egy autóvásárlásnak, és ezután a folyamatos fenntartás, az amortizáció, az értékvesztés, tehát önmagában az autónak a tulajdonlása, és akkor az üzemanyagáról, meg az autópálya használatról, meg egyebekről nem is beszéltünk. Tehát ez egy ilyen Jellegű elköteleződés, illetve nagyon magas anyagi teher. Aki ezeken a településeken ezt nem tudja magának megengedni, az gyakorlatilag azonnal kiszolgáltatottá és elszigetelté válik, hiszen nincs már más lehetősége, nem tudja magát mobilizálni akik ezt meg tudták engedni, azok valamivel jobb helyzetben vannak, de azt nagyon fontos látni, hogy ez nem azt jelenti, hogy a legújabb, legjobb autókat tudták megvásárolni, hanem gyakorlatilag erre a rétegre épül a roncskereskedelem az, hogy az évtizedes leharcolt nyugat-európai autókat idehozzák, és még elfogadható áron értékesítik ezeken a helyeken, ezek viszont rendkívüli környezeti károkat okoznak, és így is továbbra is magas a fix költsége, a belépési költsége és a, a fenntartása is, tehát ö, emiatt ez nem jó megoldás, és ö, az is egy fontos hatása, még én demográfia hatása van, hogy megindult tőle az, el, az, elvándorlás, az elnéptelenedés. Innen az elvándorlástól folytatjuk a második adásidőben Bakos Bernadettel, az LNP országgyűlési képviselőjével kis szünet után utána ne menjenek messzire. Köszönöm, hogy az idő második fél órájában is velünk tartanak. Folytatjuk az Ökóra klímaszervíz, témánk pedig továbbra is a vasúti szárnybezárások, és vendégem itt a stúdióban, Bakos Bernadett, az LNP országgyűlési képviselője is. Ott hagytuk abba, hogy milyen súlyos demográfiai következményei vannak egy bezárásnak. Így van, az elnéptelenedést indíthatja be, hogyha hosszú távon sem biztosította az emberek mobilitása, és ez azt eredményez, aki tud, az megpróbál elköltözni a helyre, ahol megvannak a számára szükséges szolgáltatások. Ez megint egy ilyen társadalmi osztály szerint válogató dolog, hiszen aki meg tudja magának engedni, az költözik el, aki az sem az ott marad, és még hátrányosabb helyzetbe kerül. De az is egy nagyon fontos hatása, hogy amikor megpróbálják értékesíteni az ingatlanjukat, az már jelentősen kevesebbet ér pont azért, mert megszűnt a közlekedési kapcsolat. ez egy ilyen spirál. Így van. így van. Tehát még az anyagi helyzetük is jelentősen romlik ettől. És ez egy nagyon fontos szociális igazságossági kérdés, amit egyébként szintén bontszolgatott a kormány, hogy jó-jó a mellékvonalakon bezárások lesznek, de majd a fővonalakat fejlesztik. Ez megint azt eredményezi, hogy a város kontra vidék, hogy a kicsit jobb helyzetben lévő városokban egy kicsit jobb lesz, a vidéken meg jelentősen rosszabb. És nagyon gyakran érválnak azzal, hogy de hát ez csak keveseket érint, valóban csak, hogy már így is olyan kiterjedt területen rossz minőségű a vasúti szolgáltatás, hogy igazából erre rak még rá egy lapáttal a vonal Ez egy semmiképpen sem jó megoldás. Társadalmi szempontból nem szolgálja az emberek boldogulását, nem kifejezetten rontja sokkal több a kára, mint a haszna az ilyen bezárásoknak. A közlekedő tömeg egyesület egy közleményben azt írja, hogy ugyan a bezárások által megkárosított vidéknek ez nem tűnhet lényeges különbségnek, de Európában a közösségi közlekedés nem az állami cégek által gyakorolt kegy, hanem a lakosság érdekében nyújtott, a lakosság által fizetett adókból fenntartott felelős állami megrendelő által biztosított közszolgáltatás, amelyet uniós jogszabályok sora szabályoz annak érdekében, hogy a lehető legalacsonyabb költség igen, a lehető legjobb szolgáltatáshoz jusson az EU lakossága. Azért hoztam be ezt a közleményt, mert uh, itt többször is uh, elhangzott az Unió, van valami olyan kötelezettségünk, amelynek uh, megsértése történik most a szánybezárások kapcsán? Itt az minden közszolgáltatás kapcsán felmerül, hogy meddig lehet még rontani a minőséget, meg elhanyagolni a, a problémákat, és azt látjuk, hogy hát egy gyakorlatilag a végtelenségig, hiszen az egészségügyben is azt látjuk, hogy egyre rosszabb minőségű, egyre inkább szétszárazódik a, a társadalom, ugye, aki meg tudja magának engedni a magánegészségügyet, és aki nem. Oktatás esetén ugyanezt látjuk, egyre rosszabb minőségű, egyre kevesebb a pénz, egyre kevesebb a tanár, egyre több a tananyag. Itt is gyakorlatilag azt tud kiemelkedni, akinek futja mondjuk a szüleinek magántanára, és ugyanezt látjuk a közösségi közlekedés esetén is, hogy egyre-egyre rosszabb, egyre kevesebb a, a lehetősége, de azt ki tud emelkedni, aki, aki mondjuk meg tudja magának engedni az autónak a finanszírozását, tehát azt látjuk, hogy sajnos a leginkább rossz, legrosszabb érdekérvényesítő képességgel rendelkező társadalmi csoportok ragadnak bele abba a csapdahelyzetbe, helyzetbe, hogy ez náluk nem működik, és éppen ezért kevés ügyet vet erre a kormány. Tehát én azt látom ebből, hogy mivel kötelezettséget nem szeg, de van egy ilyen súlyos igazságtalanság mögötte, ezért nem, nagyon az, az, az alapértékeket sérti. Igen. Az nem meglepő egyébként, hogy főleg amik a határmenti mellékvonalakat illeti, hogy ott nem tudták az országok az uniós csatlakozás után közösen üzemeltetni, vagy valamiképpen megoldani azt, hogy átjárjon a határon, ami már tulajdonképpen az unióval és a Schengennel eltűnt, hogy ezek a mellékvonalak megmenthetők legyenek, mégiscsak két ország közösen könnyebben tudná fenntartani ezeket a szányvonalakat, és egy csomó ilyen van, ami átnyúlik Romániába, ami átnyúlik Szlovákiába. Most a Szerbiáról direkt nem beszélek, mert ott a Belgrád vasútvonalnál úgy tűnik, hogy a határok hirtelen leolvadtak egy erősebb politikai fellépésnek köszönhetően, de ezek a vasútvonalak egyébként működnek, tehát akár párkány, akár kürtös irányába ezek a határátlépések megtörténnek. Itt muszáj elárulnom ezt a titkot, hogy az apukám mozdonyvezető, és ő maga is gyakran kell át ezeken a határokon, hiszen tehervonatokat vezet. Tehát, hogy ez, ez létezik. Itt inkább az jelenti a problémát, hogy elsődlegesen egyébként a teherforgalomból és az ipari, a vasúti ipari forgalomból élt a vasút mondjuk a rendszerváltásig, és ez az infrastruktúra meg hát ugye maga a szolgáltatásra való igény is jelentősen leépült. Egyrészt az volt az oka ennek a leépülésnek, hogy valóban rossz minőségű volt a, a pálya, nem költöttek erre, és ezért akkor már olcsóbbnak és rugalmasabbnak is tűnt a kamionos szállítás, illetve rengeteg ipar elköltözött, megszűnt, vagy például megszűnt az ilyen mezőgazdasági terményekre való nagyobb igény, mondjuk az orosz piacról, vagy nyugat-európából. De ugye miatt a, a vasúti teherszállítás, az leépült gyakorlatilag, és most ugyan már érezhető minimális visszaállás, például nemrég hallottam ilyen petkát, hogy a tiszenkrup visszáll a vasúti szállításra, tehát inkább azt látom, hogy most már Európában a reneszánszát éri a vasút, de ilyen pályaminőség, meg ilyen szolgáltatás minőség mellett nagyon nehéz lesz erre felzárkózni. A pályaminőségről annyit tudok mondani, hogy amikor készültem az adásra, jó néhány ilyen videót megnéztem a Youtube-on, mert a vasút szerelmesei végigmentek a bezárt vonalaknak az utolsó elindított járatain, és hát elképesztő állapotok voltak. Tehát a pályán térdigérő gaz, abban gázolt a kis motorvonat, Állomási épületek, tragikus állapotban, tényleg ilyen katasztrófa filmhez jól illeszkedő díszletek. Igen, hát ez a több évtizednyi elhanyagoltság, és ez valóban közlekedésbiztonsági problémákat is okoz, illetve az például, hogy rengeteg a Lassú jel, a kiadott lassú jel, ez azt jelenti, hogy 5 km per órával haladhat mondjuk a vonat bizonyos szakaszokon, ez jelentős menetidő többletet jelent. Nagyon sok helyen épült már ki 160 km per órára vagy 120 km per órára Alkalmas pálya, azonban nem feltétlenül van olyan szerelvény, ami erre a sebességre alkalmas. A mellékvonalak tekintetében pedig azt tudom elmondani, hogy gyakorlatilag 20-40-60 km/h sebességgel haladhatnak rajta is kifejezetten könnyű szerelvények. Tehát hogy van egy ilyen, ilyen szolgáltatás minőségi menetidőre közvetlenül ható hatása is, de ami szerintem a legfontosabb is ezzel a Egyszerű utas az keveset foglalkozik, de hogy ez a minőségű ö, infrastruktúra, ez építi például, érinti például a szolgálati helyiségeket, ahol a vasutasok ö, szolgálatot teljesítenek. Gyakorlatilag arról beszélünk, hogy vannak olyan állomási épületek, ami mellett már megjelentek a mobil wc mert a beltéri WC üzemeltetése hát kérdésessé vált a nagyon sok ilyen épület penészes, beázik, a klimatizálás egyáltalán nem megoldott, a fűtés az helyek közzel megoldott, tehát nagyon-nagyon rossz minőségű helyeken és rossz minőségű eszközökkel teljesítenek a vasutasok szolgálatot, és akkor ők még a jobb helyzetben lévők, akik legalább fedetten vannak, mert azért vannak nagyon sokan, akik ugye kültéren vannak, tehát pályamunkások, külső forgalmi szolgálattevők, nekik még egy fokkal rosszabb, és hát a vezetők életesen fenékik tej fel, hiszen ezek a régi szerelvények a vezetőálláson télen rettentő hideg van, nyáron rettentő meleg van, ezek a régi, hát hogy is mondjam, csotrogány mozdonyok szétrázzák az ízületeiket, a, a, gerincüket, tehát jelentősen romlik az egészségügyi állapotuk is, nagyon gyakoriak az egészségügyi problémák egyébként a mozdonyvezetők körében. Ben. Úgyhogy, úgyhogy mindezek abba az irányba is mutatnak, hogy akik vasúti szolgálatban vannak, azoknak rendkívül nehéz körülmények között kell teljesíteniük. Nagyon kicsi bérért, tehát megalázan alacsony bérezésért, és óriási felelősséggel, hiszen egy rosszul, tehát egy egy, egy tehát meghaladott egy jelző, pályán, vagy egy rosszul kezelt váltó, az azt eredményezi, hogy baleset van, akár tömegszerencsétlenség. Úgyhogy mindezek miatt a, a persze, hogy hiány van a vasútnál, a rossz munkakörülmények és a rossz alacsony megbecsültség miatt is. Most úgy beszélgetünk róla, elképzelem, hogy mennyire sok pénz kellene ahhoz, hogy ez, ez valahogy helyreálljon. Lehet, hogy a politikai akarat hiánya az abból adódik, hogy ez ilyen beláthatatlan mennyiségű pénz, ami ide kéne, hogy a lokálódjon, és ezt egyszerűen képtelenség kigazdálkodni. Vagy ez egy félelem a politikusokban, hogy erre nem lehet találni forrást? Legalábbis. Csekély akarat abba az irányba, hogy mondjuk politikai ciklusokon túlmutató időtávokra Na, Találtunk egy közös gondoljanak. A politikai ö, ciklusok között. Tehát a különböző kormányok ebben nagyon egyformán működtek. Tehát a Máv az mindig egy ilyen elhanyagolt terület volt. Igen, és érthetetlen, hogy ha Orbán Viktor már évekkel ezelőtt megmondta, hogy legalább 2030-ig terveznek, akkor ez miért nem jutott eszükbe, hogy még ez a probléma is az ő nyakukon lesz később, de az biztos, hogy, hogy önmagában az nehezíti, hogy valóban ezek a fejlesztések mondjuk 15-20 éves távlatban értelmezhetők, és most hát Lázár Jánosnak előjött a lelki ismerete, és állítása szerint azért lobbizik, hogy legyen egy mondjuk 10 évre előremutató 6000 milliárd forintos vasúti stratégia és fejlesztés. most arra ígérte a napokban. Igen, kellene, hát kíváncsi vagyok, várom, de, de hogy, de hogy, ez, ez már ilyen, ez mondjuk már szemmel látható összeg, és ebből valóban lehetne eredményeket elérni, de hát itt is megy a mutogatás, hogy erre bizony külső forrás fog kelleni, a magyar költségvetésben még csak véletlenül sem áll rendelkezésre ez a pénz. Pedig, ha megnézzük, hogy csak az elmúlt időszakban mondjuk az akkumulátor gyáraknak mennyit adtak akár közvetlen vagy közvetett támogatást közpénzből, akkor ezek mondjuk éves szintre többre jönnek ki, mint 600 milliárd forint. Minden esetre, hogy a kormányon belül van zűrzavar, azt jelzi, hogy a terület korábbi felelőse Vitézi Dávid a melékvonal bezárásoknál az alapos szakmai alátámasztottság hiányát rója föl mindezt a nyilvánosság előtt. Erre utódja Nagy Bálint válaszolt is, és azt mondta, hogy nyilván a nagy meleg megártott Vitézi Dávidnak. Most túl azon, hogy így üzengetnek egymásnak, az tény, hogy nem volt reformterv arra, hogy miként lehetne ezeket a mellékszárnyakat megmenteni. Vitézi arról beszél, hogy akár be lehetett volna hozni piaci szereplőket is, hogy így beszálljanak az üzemeltetésbe és a regionális szolgáltatások ellátásába. Ennek mennyire van alapja, mennyire éri meg egy piaci szereplőnek egy ilyen pénzhiányos területre belépni? Hát nyilvánvalóan motiválták el tenni abban, hogy közfeladat ellátását vállalja, mert csak úgy Magától senki nem fog jótékonykodni a piaci szférában. Azért érdekes a koncepció, mert azt láthatjuk nyugat-európai példákból, hogy általában az a modell vált be, ahol a pálya fenntartása az jellemzően az állam kezében maradt, és a személyszállítás szolgáltatás került piaci verseny alá. Erre több módszer is van, lehet koncesziót kapni például bizonyos pályaszakaszokra, bizonyos időtartamra, de lehet versengeni a, a használati időpontokért. Úgyhogy alapvetően ez vált be, ahol a pályát is privatizálták, vagy, vagy kiadták piaci szférába, ott, ott ez rendkívül megdrágította a szolgáltatást, ilyen volt például Nagy-Britannia esete, Úgyhogy e, ilyen módon ebben lenne ráció, már csak azért is, mert e, például a MÁV e, monopól helyzetével több probléma is van, például, hogy nyomottáron kaphatja meg akár a pályát, ami egy piaci verseny esetén nem történhet meg. A másik probléma pedig az, hogy nincsen ilyen szolgáltatói szemlélete, hogy például bevonja a környező megjelenő szolgáltatásokat. Erre a legjobb példa egyébként például, ami Kelenföldön vagy Kőben a Kispesten történt az elmúlt időszakban, hogy ö, nyugatabbra elképzelhetetlen lett volna az, hogy ö, ne gondolt volna valaki bele abba, hogy hát milyen jó anyagi hasznot fog hozni, akár a vasútnak is az, hogyha mondjuk fölételepül egy pláza, vagy üzletek jelennek meg, és ezek kiadhatóvá válnak, és a kereslet kínálat hogy egy csomó így van. nagyvárosnak a vasútállomásán, hogy ezek a szolgáltatások összeépülnek. Így van. lát -e arra reményt, hogy most ez tényleg csak ideiglenes bezárás, ami érintette ezt a tíz vonalat, és újra nyitnak? lát -e politikai mozgolódást az ellenzék oldaláról? Kérdezem itt főleg azt firtatva, hogy az LNP mennyire van rajta ezeken a településeken, ezeken a szárnyvonal kinyitási ügyeken. Van remény erre? Én nagyon próbálok bízni Lázár János szavaiban, hogy ez csak ideiglenes bezárás, de a Évek tapasztalata azt mutatja, hogy minden ilyen szüneteltetés végül is a teljes felszámolást jelentette. Ö, illetve nem látom annak sem a realitását, hogy most ö, Lázár János lobbizik 6000 milliárd forintért, és, ö, de mindenképpen külső forrásból akarja, és nem ö, közpénzből, nem magyar ö, közpénzből, hogy, hogy ennek mennyire van realitása, és ez mennyire fogja átütni a tehát mennyire fog ténylegesen megvalósulni. Emiatt pessimista vagyok. Az, hogy... Főleg azért, mert 2019-ben pont az egyik bezárt most bezárt szárnyvonallak kapcsolatban Lázár még nagyon optimistán nyilatkozott ez a mezótúr battonya szakasz, ahol ugye a ménes birtok is érintve van, és hát nem ez volt a fejében a miniszter úrnak, úgy gondolom. Addig biztosan nem lesz változás, amíg nem látja be a kormány, hogy ez egy olyan közszolgáltatás, amiben előbb bele kell rakni a pénzt, az energiát, az erőforrást és jó szervezést, eh, ahhoz, hogy valóban eh, azt használják, és vissza tudja termelni az árát. És eh, azt is érdemes eh, megnézni, és itt is eh, jó jöhet akár egy piaci nyitás, hogy mondjuk keresleti alapon árazni a, a távolsági közlekedést, illetve a jobban menő, jobban megtérülő fővonalak bevételeiből fordítani a jelenleg kevésbé megtérülő mellékvonalakra, hiszen hogyha ezek a mellékvonalak nincsenek, ezek nem hordják rá a fővonalakra sem az utasokat, és ez azt jelenti, hogy itt egy jelentős kereslet, tehát jelentős mennyiségű utazó kiesik hosszú távon, és ők hiányozni fognak a későbbiekben a fővonalakról is. Tehát mindenképpen azért éri meg a mellékvonalakat fejleszteni és foglalkozni vele, mert egyrészt, hogy már az elején kifejtettem, ez, ez magával vonza azt, hogy egyre több közlekedő lesz, és egyre jobb minőségű lesz a szolgáltatás, másrészt pedig az egész országra valójában kihat ott nem érezné mi ellentmondást a kormány politikájában, hogy havi és éves bérleteket vezetett be. Nem állítom így teljes mértékben, hogy ellopva az LMP ötletét, de mégiscsak van némi összefüggés, hogy az LMP ugye régóta próbálkozott azzal, hogy a klímabérletet bevezesse a kormány, amelyre hát egyáltalán nem reagált, és a füle botját nem mozdította senki sem, de aztán egyszer csak kerül ezzel a vármegye bérlettel, ami Mögött én azt látom, hogy ők fölismerték azt, hogy a vasúti közlekedés az egy fontos, és próbálják a közlekedőket a vasúti közlekedés felé terelni, vagy nem, és egyébként e mögött simán csak megint valami kommunikációs trükkel, hogy ez egy népszerű intézkedés. Hát egyre inkább azt látom, hogy a legfeljebb marketing van mögötte több okból is egyrészt nem sikerült azt a minőséget megütni, ami a mi javaslatunk volt, hiszen a városi közlekedésre eddig még csak Zalaegerszegen érvényes, ami nem segíti mondjuk az ingázóknak a munkába és egyéb helyekre járását, ami jelenleg a legnagyobb terhet jelenti egyébként például a közúton, Ö, illetve ami egy nagyon fontos különbség, hogy mi finanszírozást állítottunk a javaslatunk mögé, ami egyrészt a, a működési, fenntartási töbleteket meg egyes beruházásokat is finanszírozott volna, hiszen hogyha azt, azt szeretnénk valóban, hogy többen használják, akkor mondjuk ö, bővíteni kell a kapacitást, vagy javítani a szolgáltatás minőségén, tehát önmagában az olcsó bérlet ehhez még kevés, de hát az is egy nagyon fontos szempont, hogy óriási bevételkiesést okoz a Mávnak ez a fajta jegyértékesítés, és, és ezt is kompenzálja el. Viszont ez egy évtizedes gyakorlat, hiszen rengeteg egyébként rettentő átláthatatlan állami kedvezmény van ezt a rendszert is nyilván célszerű lenne észszerűsíteni, meg átláthatóbbá tenni, de hogy ezeknek a kompenzációja is mindig ilyen szürke zóna, hogy hogy mérik ezeket, mennyit kompenzál valójában az állam. Itt az ÉKM, tehát az Építés és Közlekedési Minisztérium hoz tartozik a díjszabás is ilyen módon, illetve ők rendelik a szolgáltatást is közvetve, tehát emiatt ez egy ilyen nagyon bonyolult rendszeré válik, de az biztos, hogy igazából a kormányzati szándék hiányzik a mögül, hogy, hogy valóban haladjunk abba az irányba, hogy hát ne csak marketing ösztönözzük az embereket a vasút használatára, hanem a minőséggel is. A 15 perces város koncepcióba, hogy illeszkedik a vasútfejlesztés? Gyakorlatilag a, a legfontosabb része, különösen, hogyha az agglomerációt ö, tekintjük, az a vasúti közlekedés, hiszen ö, az egyrészt az a cél, hogy úgymond csomósodjon egy település, tehát hogy megteremtődjön a helyben boldogulás lehetősége, és ez arra való igény is, hogy mindenki 15 percen belül el tudjon jutni, ö, akár autó nélkül is egy ö, bevásárlási helyre, vagy akár színházba óvodába el tudja vinni a gyerekeit, úgyhogy ez egy ilyen jellegű folyamat, viszont a vasút meg ezeket a csomópontokat kötni össze, és hogyha mondjuk adott esetben egyik helyről el kell menni a másikra, mert például mégsem megoldható a településen a munkahely, vagy bármilyen szituáció van, akkor, akkor ezt a nagyobb távú mobilitást is biztosítsa. Tehát nagyon fontos szerepet töltene be valójában a vasút, és különösen az elővárosi vasút jelenleg az ingázás, az autóval történő ingázás kiváltásában. Hogy látja, hogy nagyon sok közpolitikai területről hát elmenekültek a szakemberek, mert ugye elmaradnak ezek a nagyhívű az átbeszélések, az együttgondolkodások, a, a, az együttfejlesztések a vasút területén maradt-e még szakember? Láte arra esélyt, hogy valamikor egy közös programban meg lehet állapodni, vagy ez ugyanúgy, ahogy az oktatásban és az egészségügyben reménytelen erről tegyünk le? A vasúti közlekedés színvonalának romlásáért az egyik oldal a másik oldalt fogja hibáztatni, és tulajdonképpen a folyamatos minőségromlásban el fognak veszni az emberek. Hát um... A vasút az olyan szempontból más, mint akár az oktatás és az egészségügy, hogy ez azért egy félkatonai szervezet, így szokták nevezni. Ezt erősíti az is, hogy például a, a dolgozóknak nem beosztása, hanem vezénylése van. Tehát itt nagyon szigorú szabályoknak kell megfelelni szakmai szempontból, rengeteg a különböző speciális ismeret. Műszaki, technikai, utasítási, szabályrendszeri, és ezekből egyébként a, a vasúti dolgozóknak rendszeresen évente, két évente, három évente vizsgázni kell, tehát nagyon szigorú és komoly követelmények vannak de típus ismerettől, vonal ismerettől kezdve nagyon sok mindent, tehát folyamatosan meg kell felelni. Úgyhogy itt nem annyira tudnak elveszni az ilyen jellegű szakemberek, noha hát az alacsony bér miatti kontraszelekció, illetve általános oktatási problémákra visszavezetve egyre nehezebb ezeknek az ismereteknek az átadása, elsajátítása, akkor amikor például megjelennek ezek a fiatal mozdonyvezető tanoncok, akik igazából már ilyen B-opcióként választották ezt a szakmát, és még nem ismeri kóm törvényét, tehát ez nyilván problémát jelent, de a szakemberek ebből a szakmából nem tudnak kiveszni emiatt, mert hogy folyamatos szükség van rájuk. Az, hogy az egyeztetés mennyire történik meg, hát semennyire pedig egyébként a vasútnál vannak még a mai napig a leginkább jól működő és legkeményebb szakszervezetek és a leginkább jó érdekérvényesítő képességűek is, és ennek ellenére is hát minimális az ilyen egyeztetésekre a lehetőség. Sőt, egyébként üzemi tanács is van, de hát nem tudom, hogy ott mi történhet jelenleg. Nem akartuk pessimistán befejezni az adást, de mindenképpen megígérhetjük, hogy rajta tartjuk a szemünket a mellékvonalak sorsán. Ennyi fért a mai kórába. Köszönöm Bakos Bernadettnek, az LNP országgyűlési képviselőjének, hogy eljött a stúdióba, és beszélni tudtunk a mellékvonalak bezárása kapcsán a vasút helyzetéről. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok, két hét múlva új adásra jelentkezünk.